Szeretik az újrahasznosító dolgokat? Mert én nagyon. Judit, a DIY szakértőnk most mutat egy nagyon klassz dolgot. A kiürült konzerves dobozainkat semmiképpen ne dobjuk ki, hanem különböző színű spréfestékek segítségével készítsünk belőlük vidám hangulatú kaspókat. Első lépésként szintetikus higítóval távolítsuk el a ragasztós foltokat a konzervdoboz oldaláról. Egy nagyméretű szöggel üssünk lyukat a konzervdoboz alján, hogy a locsoláskor átfolyó víz ki tudjon csöpögni. Ugyanígy a doboz felső pereménél is készítsünk lyukat a felakasztáshoz szükséges fémkampó számára. A színezéshez használjuk akrilspréfestéket, amit minden használat előtt alaposan rázzunk fel. A fújást körülbelül 20-30 cm távolságról végezzük úgy, hogy a flakont folyamatosan mozgassuk jobbra és balra. Ne fújjunk egyszerre sok festéket a felületre, inkább több réteg felvitelével érjük el a tökéletes fedést. A rétegek között hagyjunk körülbelül 10-15 perc időt a száradásnak. Ha kész vagyunk a festéssel, ültessük be a növényeket és helyezzük be a kampókat. Ezután nincs más dolgunk, mint felakasztani a növényeket a helyükre. A rovatot támogatja a Lazurán és a Trinát.